Balogh-Karcsi vagyok, de mindenki csak Charlie néven ismer. És tök vicces, hogy tennyien ismeritek az Amigát, mert valószínűleg ti régebb óta, mint én, úgyhogy most remek, hogy így fogok róla nektek beszélni. Igazából én Next Gen Amigákról szeretnék beszélni, ami egy szubkultúra az Amigán belül, tehát így a Retron és az Amigán és a stb. Belül is egy ilyen szub. Akkor nem mondok sok újdonságot azzal, hogy 85 júliusában jelent meg az első Amiga, az Amiga ezres, amit aztán később Amiga ezresnek kezdtek hívni. Igen. De sokan azt hiszik, hogy ugye az Amiga az csak egy gép, aminek így az oldalába bedugod a lemez, betölti a játékot és örülsz, de nem. Az Amiga egy komplett gépcsalád, amit a Commodore csinált egészen addig, amíg meg nem halt. 94. április 29-én ment csődbe a Commodore, és ezzel meghalt az Amiga. Kivéve, hogy nem. Ugyanis az Amiga a felhasználói, a cégek, akik fejlesztettek rá, nem nagyon hagyták meghalni, úgyhogy hát elkezdődött a különböző esztelen fejlesztés. 91-től 2001-ig tartott ez a klasszik Amigáknak, tehát a régi, még Commodore által gyártott gépeknek az agyon visszabővítése. Tényleg processzorkártyák, amin aztán SCSI vezérletőek, ez a jövő hét is volt, PCI buszillesztő, amivel így, tehát a 1002-es kivetted a házából, és rátetted a PCI buszt, és akkor abban Radeon tudtál dugni, meg Voodoo-t. Tehát ilyen egészen extrém. És hát a grafikus kártyák, amin nem tudom, hangkártya modul van, tehát logikus, hogy ez egy grafikus kártya és hangkártya modul van rajta, meg TV-tuner, meg egyebek. És kiemelnék egy céget ebből az időszakból, ők a Phase 5, már szintén meghaltak, Isten nyugosztja őket, akik igazából elhozták azt a témát, amiről szeretnék beszélni, ez a PPC-s Amiga, akik csináltak két darab PPC kártyát, PowerPC processzoros kártyát régi Commodore Classic Amigákba. Az a nagyobbik kártya, az a Cyberstorm, az a dobozos gépekbe való, tehát 3000-esbe, 4000-esbe. Ez pedig a 1002-esbe, ez a Blizzard PPC. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy van rajta két processzor, két különböző, tehát egy Motorola 68K, meg egy PowerPC, meg egy SCSI vezérlő, és ezek így kommunikálnak így egymás között össze-vissza. Na most ez egy körülbelül ekkora kártya egyébként, tehát amiket itt az Ernő mutogatott, ahhoz hasonló méret, csak van rajta két komplett processzor, meg SCSI vezérlő, meg egy PCI busz vezérlő, meg mit tudom én. És ezután már nem bővítették tovább az Amigát, ugye a Phase 5 meghalt, aki az első számú szószólója volt ennek, és elkezdődött a önálló alaplapok kora, mindenféle PPC-s alapokat kezdtek el gyártani, csak azért, hogy Amiga OS-t vagy Amigás rendszereket futassanak rajta, az első ilyen cég az egyik újra fogalmazom, szóval az egyik ilyen cég a B-Plan volt, akik a Pegasus 2-t és az FIK-t csinálták. A másik vonal, mert az Amigások igen nem értettek, tehát ami a Commodore után jellemző volt az Amigásokra, hogy nem értettek egyet abba, hogy tulajdonképpen minek is kell lenni az Amigának, ezért a B-Plan mellett másik cégek is elkezdtek foglalkozni mindenféle alapok összegerebézésével, az egyik volt az E-Tech, akik egy tajvani cég chipset referencia alapjából csináltak új Amigát. Aztán jött az E-Cube, akik egy olasz ilyen, összeálltak Amigások, kerestek egy hardware fejlesztőt, és csináltak alaplapot, és akkor ez lett, és most már három fajta van belőle egész konkrétan. Ők az AMCC Embedded PowerPC-re fejlesztik, mert ez már az Apple utáni korszak, tehát ők már nem tudtak ilyen G4-ekre, meg ilyenekre építeni, mert nem volt olcsón elérhető. És aztán a mostani legújabb elmebetegség az Amiga X1000, ami a sosem létezett PA személy, nem tudom kinek mond ez valamit, sosem létezett PA személyre épül, és körülbelül annyi, tehát a három havi fizetésed az ára, és egyébként egy nagyon gazdag angol csók, akinek állítólag British Petrol részvényei vannak, ő finanszírozta, mert ő akart ilyet. És ezért bement egy céghez, és csináltatott ilyet. Na de, ezekhez a rendszerekhez ugye szoftver is kell, ebből van három, hiszen az Amigások nem tudnak egyetérteni abban, hogy ez, hogy nekik tulajdonképpen mi is kell. Morpho és az Amiga OS4, ami a úgynevezett hivatalos, és az Aros. Ezek tulajdonképpen csak variációk ugyanarra, mert hogy ez olyan, mint a Linux disztribúciók, azt tudnám hasonlítani, csak sokkal inkább egyediek a fejlesztések. Az Amiga elavult, ez azt jelenti, hogy nincs SMP, memóriavédelem, source level debugging, meg semmi ilyesmi, amit tudsz, de ez egy szép kihívás. Viszont vannak azért benne jó dolgok is.
Oda van írva. Ugyanis lejárt az időm szerintem lassan. Tulajdonképpen annyi, hogy nagyon egységes a GUI, meg a Shell, meg minden ilyesmi, és tényleg én szerintem a legtöbb amigás az, hogy szeretném, mert nagyon magadra, a saját kezedre tudod alakítani a rendszert. És nagyon kicsik, tehát egy mostani komplet Nexon Amigo is 200 mega ISO, és ennek a nagy része háttérkép. Igen, tulajdonképpen ennyi volt a dolog lényege. Ez egy régi Amigás, vagy hát ez egy helyesebben egy új Amigás, ugye ez az Amigának mindig az volt a mondandója, hogy a számítástechnikának szórakoztatónak kell lennie, és hát tulajdonképpen erről szólnak is ezek a next gen dolgok, hogy valakiknek ez jó. Itt egyébként 1000-2000 emberről beszélünk összesen. Úgy világszinten a három rendszer. Mondjuk nagyon optimista vesés, mondjuk 5000, ha klasszik Amigát is hozzáveszünk. Van-e kérdés? Igen? Igen, nekem 8 éve egy Pegasus 2 G4-en van, ami egy 1 GHz-es Freescale G4-es. Ez ugyanaz, mint ami Macintosokban volt processzor, 1 giga RAM-mal, és MorphOS fut rajta. MorphOS aktuális beta, egész konkrétan. Igen, tehát én hazamegyek, és becsukva hagyom a MacBook Pro-t, és ez alá leülök, és nekem ez jó. Az indexet meg lehet nyitni flashbox nélkül rajta? Igen. Azért, mert nincs flash. Nem egyébként van vagy egy flash plugin, de az ilyen, hát amik az open source flash pluginok, Linuxon, SVFD-t, meg ezek vannak portolva. Úgyhogy érdemes flash blokkot használni, de például HTML5 videó megy, tehát ind a videót simán tudok nézni, mert azt hiszi, hogy I, mivel hogy webkites a böngésző, ezért azt hiszi, hogy iPad-ről vagyok, és akkor így megy a videó. JavaScript erősebb oldal, az már... Hát ugye azt tudjuk, hogy egyetlen nagy webes webmotornak sincsen PPC-s JIT-je, tehát a JavaScript az hajlamos megfektetni, de hál' Istennek én azt mondom, hogy ez a JavaScript JIT-ezése, ez a fából vaskarika, úgyhogy hál' Istennek erre elég sokan kezdenek rájönni, és most már nem építenek olyat, ami a szerver oldalon is annyit számol, de tény, hogy meg tudja fektetni egy-egy keményebb oldal. Meséld el kérlek a WebKit memóriavédelem nélküli változatát, ez tök jó. A Pegasusomat most indítottam újra, 30 nap után, 30 nap sharptime után, mert feltettem a legújabb bétát, ugyanis én béta tesztelem a MorphOS-t. Ennyit tudok mondani. Úgyhogy én azzal böngészek otthon. És ott, hogy nincs memóriavédelem a toplátos rendszerben, neked hogyan maradt fel ideig? Hát úgy, hogy van egy srác a WebKit meg az MorphOS között, aki egy francia csóka, és ez a hobbi, hogy a hulladék WebKitből böngésző motort hegesszen, ami operációs rendszer is működik. Én kérek elnézést. Még annyit szabad hozzáfűzni, amit felmerült az egy személyes francia srác. A nagy előnye még az elmondottakon kívül például az ha ilyen az ember hobbija, és mondjuk erre fejleszt, hogyha mondjuk fejlesztesz egy iOS-re, és írsz egy appot, akkor jó eséllyel van 5 másik. És ha felteszed az App Store-ba, jó eséllyel senkit nem fog érdekelni, hiába van 100 millió felhasználó. Itt írsz egy Hello World-ot, kiadod, és 1000 ember a vállán hordoz körbe. Tehát a WebKit motorról nem is beszélve, tehát ő így a number van hős most, úgyhogy. Még esetleg? Ja igen, annyit szeretnék még elmondani, hogy ha valaki élőben is kíváncsi ilyen perverziókra, akkor én is hoztam mindenféle izét, és majd lehet utána a sevezés közben mutogatni. Igen, még ott hátul van egy kérdés. Ugyanannyi, C-be van, tehát ugyanannyi, mint a... Megírom neked asszemlővé, és ha szeretnéd PPC asszemlővé. Hogy mindent Na ez egy jó kérdés, itt rutinos Amigás megkérdezte. Hogy az eredeti Amigás programok futnak-e? Igen, a minden rendszerben van valamilyen szintű visszafelkompatibilitás. Az AROS, az nyílt forrás, azt le lehet fordítani eredeti Amigára is, tehát ha 68-án futtatod, akkor futnak a régi programok. A MorphOS-ben és az OS4-ben pedig van egy JIT-es 68K emulátor, ami azokat a szoftvereket, amik nem túrnak így bele a hardware-be, hogy dur, tehát mint a régi játékok, azok például nem mennek, de például az eredeti Amigára készült ilyen webböngészők, mert hogy vannak ilyenek, meg
egy csomó minden szoftver az működik. Igen. Ez, most mosolyogtok rá, de ez elég jelentős. Tehát mondjuk a 94-től 2003-ig tartó összes fejlesztés az ilyesmi. Tehát az megy. Utolsó kérdés? Utolsó kérdés esetleg? Travis, tedd föl, könyörgöm, tedd föl a provokatív kérdést. Miért nem Windowsra fejlesztik ezt a sok, amit... Nem ez volt a provokatív kérdés, nekem elmondta előtte. A provokatív kérdés az volt, hogy miért jó, hogy ez PPC, és miért nem X86. Rövid válasz az, hogy az X86 szar. A hosszú válasz az, hogy ehhez az említett bináris kompatibilitáshoz, még az Amiga OS-nek az összes rendszer struktúrája az osztott, tehát így turkálhatnak benne a programok, ha akarnak. Ezért ha a natív rendszer az Little Endian-ba fut, tehát Intel-en, akkor a Big Endian-ba futó emulátorba futó szoftverek nem tudják használni. Miért van? Mert akkor még nem volt ARM, amikor, tehát nem volt ekkora teljesítmény ARM például, amikor a Pegasus készült. De az Arosból, az Arosból van Raspberry Pi port, ha ez segít. Na, még egy utolsó kérdés, ott hátul van. Ez egy nagyon, hát azon kívül, hogy az OS4-et mondjuk Amigának hívják, egy morfos mitől Amiga, mindentől. Tehát amitől egy Linux Unix, ez most nagyon tudom, itt páran felsziszennek. De én múltkorra visszaültem egy 500-as elé, bedugtam a Workbench lemezt, és azon kívül, hogy mondjuk az eredeti Workbench lemezre morfosan elindul az óra, és ezt mondjuk meg is tudom mutatni, meg az text editor, meg ezek a gyári szoftverek, tehát úgy, hogy rákattintok az ikonra és fut, seamless integrációban. Azon kívül visszaültem az 500-as elé, amiben tényleg 86-os a szoftver, vagy 7-es, és ugyanazok a parancsok működtek, tehát otthon éreztem magam benne, és szerintem ez példanélküli egyébként az informatikában, hogy egy tényleg 86-os rendszer elé visszaülsz, és ugyanúgy működik, mint 2012-es, és nem azért, mert a 2012-es elavult, hanem mert egy mai nap kényelmes használható szoftver, mondom ezt úgy, hogy tényleg naphozhat Unix-sel előtt ülök. Még egy utolsó kérdés van. UAE-t azt nem portoltak rá? De. Most itt a natív dolgokról beszéltem, természetesen UAE van az összes ilyen rendszerre, tehát az UAE az Amiga emulátor, ami hardware-t is emulálja, és abból van, tehát az van az összes rendszerre. Tehát ilyen módon futhattatok a régi játékok is, csak mondjuk azok ugyanúgy, mint egy Windows-on, mert hogy ott is UAE van. Akkor tényleg ennyi. Köszönöm szépen a filmet!